Szombat délután nem volt másra szükség, csak egy kis jókedvre. Ezzel kellett letelepedni a kikészített babzsákokra és plédekre. A kultúra szeretetének nincsen korhatára. A dzsembori azért is jó, mert mindenkihez szól. Ráadásul nem is akárhogy. A Garabovszki indította a koncertek sorát, este 10-ig pedig megállás nélkül szólt a zene a színpadon. A program különlegességét valójában szerintem a helyszín is adja. A programválogatásnál a Mékasaló Egyesület kezében van ez, és mindig ők választják, hogy milyen programok legyenek a Dzsembori Várban. Mindig igyekeznek olyan programokat, koncerteket találni, ami egy szűkebb közösségnek kifejezetten ajánlott. A szűkebb közösség megtalálta a helyét a Bori Várban, olyannyira, hogy az egy idő után középső terével és zegzugaival együtt is majdnem szűknek minősült. Talán épp ez a varázsa ennek a minifesztiválnak. Tavaly nem volt, és örülök annak, hogy az idén a program elemeknek a 90%-át meg tudtuk valósítani, mivel hogy azok, amiket két évvel ezelőtt leszerveztünk, idén is ráértek. Volt Slam Poetry, Dr. Máriás kiállítás, koncertek, este pedig fényvetítéssel és tűzszínházzal zárt a kapuit a Bori Vár.